Aszály átfogó vízpótlási terv készül a Nyírség mezőgazdasági területeinek megmentésére. Útkorszerűsítés. A tanévkezdésre minden érintett iskolát megközelíthetnek a szülők és a diákok Nyíregyházán. Trükkös tinta, 6 hamis állatútlevelet foglaltak le a pénzügyőrök Beregsuránynál. Átfogó vízpótlási terv készül a nyírségi területek megmentésére. A mérnöki munka megindult, a beruházás összköltsége eléri a 100 milliárd forintot, mondta az aszály elleni védekezéssel kapcsolatban Simon Miklós, a térségországgyűlési képviselője. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Évtizedek óta nem látott aszály sújtja a hazai mezőgazdaságot, az Agrárminisztérium államtitkára azt mondta televíziónknak, hogy van olyan termelő, akinek szinte 100%-os a kára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kormány országos védelmi intézkedéseket hozott a veszteségek enyhítésére. Lábon állt a kukorica Gyulatanyán augusztus közepén. Ezen a területen jó állapotban van a növény, mert tudták öntözni a földet. Ahol viszont nem, jelentősen csökkent a termés átlag. Újfehértó polgármestere azt mondta, a városi földeken nagy kárt okozott az aszály. Termelőkkel beszélgetve ez az éves kritikus. Azok a gazdák, akik tudtak öntözni, ők olyan 20-30%-os termés kiesésről beszélnek, viszont nagyon sok olyan gazdával beszéltem, akinek 100%-os a kára, hisz az időjárás viszontagsága miatt nem tudtak betakarítani, kénytelenek voltak betárcsázni, beszántani a földjüket. Hát bízunk benne, hogy az őszi vetés szántás előtti időszakban még azért lesz egy jelentősebb csapadék, és akkor a gazdáink is a jövő évre már jobban tudnak felkészülni. A helyzet nem egyedi, az ország szinte egész területén komoly károkkal kell számolni a gazdáknak. Azt látjuk, hogy ez az aszály rendkívüli időszak teremtett a mezőgazdaságban, az agráriumban. Olyan rendkívüli aszály alakult ki, amelyre korábban nem volt példa. A kapás kultúrájú növények, a kukorica, a napraforgó van még lábon álló növényként a határba, gyakorlatilag oly mértékben sújtja a növényeket, hogy megkérdőjelezi annak betakaríthatóságát. A kalászos növények betakarításával ideje korán végzett az ország gazdatársadalma, kevesebb is lett a várt termésnél a hozam. A jó hír az, hogy elegendő mennyiségű termet, amely biztosítja az élelmiszer célú, illetve a takarmányozás szolgáló részét. Viszont a kapás kultúrák esetében ez a rendkívüli időjárás, ez a folyamatos hőség, csapadék nélkül ellehetetleníti a lábon álló növényeinket. Nem csak a szántóföldi növények esetében, hanem a zöldség és gyümölcskertekben is jelentős hozameséssel számolnak a termelők. A nyírség vízpótlására a kormány megbízásából készül átfogó terv, amely megoldhatja a térség problémáit. A kormány mintegy 2,8 milliárd forinttal támogatta az ilyen módú törekvéseket, megbízta a Víziterv Kft-t, hogy a nyírség vízpótlásának a tervét készítse el. A mérnökök, a szakemberek ehhez hozzáláttak. Reméljük, hogy néhány éven belül ez a probléma, ez már múlt időben említendő, vagyis én azzal számolok, hogy ha bár a vízpótlás megépítése mostani folyóáron mintegy 104 milliárd forintba kerül, ezt az ország teherbíró képessége fogja engedni, hogy megépítsük. Máskülönben a nyírségnek a jövője az kérdéses, hiszen a talajvíz 5-6 méter csökkent. Az egynyári ültetvények ugye jószerével kimentek. Szeretnénk elkerülni azt, hogy az erdőink is hasonló sorsra jussanak, ehhez pedig víz kell. A kormányzat a károk enyhítésére aszályvédelmi operatív törzset alakított, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a termőterületeket. 5 különböző intézkedési területet jelölt meg, hogy megsegítse a gazdákat abban, hogy túléljék ezt az évet és legyen jövő, lehessen újra vetni a következő időszakra vonatkozóan. Az első, mely már életben lépett része volt a hitelmoratórium, hogy át tudják ütemezni a gazdálkodók a hiteleiket. A második pedig a szálas takarmányt, azon áll a kérődző állatoknak szükséges szálas takarmányra vonatkozó szállítási költségeknek a hozzájárulását tartalmazta.
és mindemellett számos intézkedéssel dolgozunk a kárenyhítés csökkentésére, akár a jogszabályi, akár pedig a kárenyhítési alapnak a felügyeletével és annak hozzárendelésével. A hét elején ugyan némi csapadék esett, de még mindig kérdéses az ősszel betakarítandó kultúrák hozam kiesése. Mivel a takarmánynövények mennyisége is csökkent, így a húsok és hentes állók piacán is várható visszaesés. Az aszályos időjárás újra stratégiai ágazattá emelte az élelmiszeripart, a biztonságos és folyamatos ellátás érdekében pedig garantálni kell a szakember utánpótlást a mezőgazdaságban is, hangzott el a Kelet-Magyarországi Agrárfórumon Hajdúböszörményben. Ehhez pedig az agrárszakképzést is vonzóbbá kell tenni. Augusztus 12-én rendezték meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot Hajdúböszörményben. Az agrárium helyzete, vidékfejlesztési lehetőségek, az agrárszakképzés jövője témában indult a fórum. Ilyen természeti csapás, hogy egyszerre a kalászatok, egyszerre az ipari növények, egyszerre a kukorica megsemmisüljön a Dunán. Energiaárak, aszály, emelt munkabérek, öntözés, ezek a problémák sújtják jelenleg a magyar mezőgazdaságot. A centrum számára ugyanúgy kihívás, mint a mezőgazdaság területén dolgozó vállalkozások számára, hiszen tangazdasági területünk közel 700 hektár területen van a négy megyében. Így tehát a termelés, a gazdálkodás minden előnyét és most leginkább hátrányát sajnos el kell szenvedjük, és megoldást kell találnunk, össze kell fognunk. A fórumon többször elhangzott, hangsúlyos az agrárszakképzés, hiszen a jelenleg előregedő agrárium területén generációváltásra van szükség. Az agrárium presztízsét kell visszaállítani. Több évtizedet veszítettünk azzal el, hogy nem tudtunk érdemleges jövőképet mutatni az agráriumban a magyar fiatalok számára. Ez egy nagyon nagy hiba volt, ezt ki kell javítanunk. Hozzáteszem, hogy ez a jelenlegi nyomorúság, ami körbevesz bennünket mindenféle szempontból, egyrészt a hosszú ellátási láncok sebezhetőségét mutatta meg, meg azt, hogy felértékelik egyébként az agrárium, az élelmiszeripar, újra stratégiai cikké válik az élelmiszer, és szerintem ez egy jó lehetőség arra, hogy egy ambiciózus életpályamodellt tudjunk a magyar vidéken élő agrárium iránt egyébként nyitott fiatalok számára biztosítani. Hajdúböszörményben és környékén található hazánk egyik legjobb minőségű termőterülete, épp ezért számos agrárvállalkozás működik ezen a vidéken. Közülük többen szakmai gyakorlati helyszínt biztosítanak az agrárszakképzésben tanuló diákok számára. Mi jobban örülnénk, ha többen választanák ezt a szakmát. Hiába olyan körülményeket teremtünk, hogy vonzó legyen a fiataloknak, mindenki küzd a munkaerőhiánnyal. Ez egy nagyon fontos dolog, és Magyarországon talán nincs olyan ágazat, aki ne küzdene ezzel. Nekünk korábban sokkal több gyerek járt oda, valahol vissza kell abba irányba térni, hogy egyre inkább azok a vállalkozások, így lehet inkább fogalmazni, akik fogadókészek a gyerekek tanítatásában, felelősséget érezve a jövő szempontjából, még inkább részt vegyenek a gyerekek oktatásában. Az Agrárfórum további három szekcióban zajló kerekasztal beszélgetésekkel folytatódott. A szakmai napon már megkezdődtek az agrárszakképző intézmények diákjai között zajló versengések is, Traktoring néven. A Traktoring verseny átvezetett a sokakat vonzó, méltán népszerű és komoly hagyományokat ápoló traktorhúzó versenyre, amely két napon átvárta az érdeklődőket Hajdúböszörményben. A verseny és az Agrárfórum szervezésében az Északi Agrárszakképzési Centrum is együttműködő partnerként vett részt. Jelenléti oktatással készül ősztől a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara. A Nyíregyházi intézménybe idén általános eljárásban 352-en, a héten záruló pótfelvételi eljárásban pedig további 50 hallgató kerülhet be. Külföldről is szép számmal jelentkeztek idén az angol nyelvű képzésekre. Elsősorban közel és távol-keleti, valamint afrikai országokból érkeznek új hallgatók, mondta 35 perc című műsorunkban Sárvári Attila, a kar oktatási dékán helyettese. Mentőtiszt, védőnő és szülésznő. Ezek azok a szakok, amelyek az idei általános felvételi eljárás során a legnépszerűbbek voltak a jelentkezők körében a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán.
A nyíregyházi képzőhelyen az új tanévben 352 új hallgató kezdi meg tanulmányait, a pótfelvételire pedig több mint 100-an jelentkeztek. Néhány napon belül kiderül, hogy pontosan mennyivel bővül még a hallgatói létszám, mondta el 35 perc című műsorunkban Sárvári Attila, a KAR oktatási dékán helyettese. Most, amit látunk a számokból, és az első próbakör éppen ma zajlott, ehhez képest viszonylag szerényebb 50 körüli létszámot látunk. Ez abból adódhat, hogy bizonyos szakjainkon, például levelező mentőtiszt szakon, ápoló levelező szakon bizonyos előkövetelményeket kell teljesíteni a hallgatóknak, tehát voltak olyan hallgatók, akiket ki kellett zárnunk a folyamat során, illetve lehet, hogy voltak olyan hallgatók is, akik a minimum 280 pontos ponthatárt nem érték el. Külföldi hallgatók is szép számmal jelentkeztek. Elsősorban közel- és távol-keleti, valamint afrikai országokból érkezők körében népszerű az egészségtudományi kar. Az intézmény egyébként a Debreceni Egyetem szenátusának döntése értelmében augusztus 1-től viseli ezt a nevet. Sárvári Attila elmondta, milyen tartalmi változásokat jelent ez a kar oktatásában. Tulajdonképpen ez két kar összevonásával jött létre, ez az új egészségtudományi kar, tehát a korábbi nyíregyházi egészségügyi karból, illetve a Debrecenben működő népegészségügyi karból. Az alapképzések megosztva voltak Nyíregyházán és Debrecenben, illetve elindultak ezek a képzések Szolnokon is, tehát tulajdonképpen ez az új kar három telephelyen fog működni, Nyíregyházán, Debrecenben és Szolnokon. Tehát tulajdonképpen a képzések azok nem mozdulnak, azok ugyanúgy, ahogy eddig is ugyanazokon a telephelyeken folynak majd tovább. Tehát így például a népegészségügyi ellenőr, dietetikus, gyógytornász alapképzések azok továbbra is Debrecenben lesznek, illetve elindult a gyógytornász, dietetikus képzés, tőlünk a védőnő ápoló képzés Szolnokon. Tehát ott is vannak hallgatóink, tehát tulajdonképpen ezeket az egészségtudományi alapképzések tartoznak majd ehhez az új karhoz. Az egészségtudományi karon jelenléti oktatásra készülnek az új tanévben, az előző két év tapasztalatait felhasználva azonban, ha szükség van rá, azonnal át tudnak állni online vagy hibrid oktatásra egyaránt. Jól haladnak a belvárosi utcák korszerűsítésével Nyíregyházán, a Szent István utcán, a Széchenyi utcán és a Szarvas utcán is a befejező munkálatokat végzi a kivitelező. Mivel a környéken több iskola is működik, a megyeszékhely önkormányzatának illetékese azt ígéri, hogy minden oktatási intézményt biztonságosan meg tudnak majd közelíteni a szülők és a gyerekek szeptembertől. Már zavartalanul halad a forgalom a megyeszékhely talán legforgalmasabb egyirányú utcáján, a Szent István utcán. Hónapokig volt lezárva a szakasz, mostanra azonban elkészültek a felújításokkal. Az új aszfaltréteg mellett új szegélykövet is építettek, és a körforgalom is biztonságosabban megközelíthető a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Ez pedig már a Széchenyi utca és a Szarvas utca kereszteződése. Itt még javában dolgoznak a szakemberek, forgalomkorlátozás van érvényben több ponton, a korszerűsítés azonban már célegyenesben van. Alig több mint egy hét múlva iskola kezdés, a városnak ezen a részén pedig több oktatási nevelési intézmény működik. Jó hír a szülőknek és a diákoknak, hogy a munkálatok jelentős részével elkészülnek szeptember 1-ére. Mind a három utca vonatkozásom azt kértük a kivitelezőtől, hogy úgy ütemezzék a munkáikat, hogy iskola kezdésre olyan állapotok legyenek, hogy az a megnövekedett forgalmat, nem az iskola kezdéssel jár, ne akadályozzák. Itt jelen pillanatban az utolsó aszfaltozási munkákat látjuk már, tehát ez a mai nappal be fog fejeződni, úgyhogy az útburkolaton aszfaltozások már az elkövetkező időszakban nem fognak sor kerülni. Legjobban a Szent István utca áll, ott gyakorlatilag szinte átadtuk a forgalomnak, bár még technikai folyamatok még tartanak, így műszakadás átvétel eljárás, később forgalombérdési eljárás még lesz, de ezek inkább már ilyen technikai dolgok, nem pedig kivitelezési munkák, tehát az, ott gyakorlatilag lehet közlekedni, már figyelni kell ott is a közlekedőknek. A felújításokra elsősorban az útburkolat rossz állapota miatt volt szükség,
Az utóbbi években számtalanszor kellett kátyúzni az érintett szakaszokon. A korszerűsítést követően biztonságosabb és gördülékenyebb lesz a közlekedés a belvárosban. Busz öblök épülnek a korábbi busz megállók helyett, tehát gyakorlatilag az autóbusz öbölbe fog behúzódni, amikor a forgalom zajlik, tehát azt lehet látni, hogy későbbiek folyamán ez javítani fogja mindenképpen a közlekedők az egyenletes közlekedést. Ami lényeges, majd minden ponton, vagy minden utcában lesz okos zebra, ami ugyancsak a közlekedők biztonságát javítja. Változott a egyik-másik út, tehát a Szarvas, vagy a Szent István utca és a Széchenyi utca esetében valamilyen szinten a burkolat szélesség is csökkentettük részben az annak érdekében, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés, részben pedig, hogy nagyobb életteret adjunk a Szent István utca esetében a fáknak, hiszen az egy egyirányú utca, és nagyon ránőttek már gyakorlatilag a fák az utcáknak a szegélykövére, és most lehet látni, hogy lényeges nagyobb életére tudnak majd ott élni ezek a fák. A Szarvas, a Széchenyi és a Szent István utcák felújítási munkálatai Európai Uniós támogatásból csaknem 600 millió forintból valósulnak meg. Közlekedéssel kapcsolatos hír, hogy kedden reggel Nyíregyházán a Kosbor utcai körforgalomban ütközött két autó. Az első információk szerint a sötét jármű már a körforgalomban haladt, amikor belehajtott a világosabb autó. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. Egy nap alatt 6 hamis állatútlevelet szűrtek ki a pénzügyőrök a Beregsurányi határ átkelőnél. A nap felvételén látszik, hogy a trükkös szintával kitöltött okmányokból lánggal el lehet tüntetni a kézírásos szöveget. Beregsuránynál ellenőrizték a pénzügyőrök azt a férfit, aki 3 kutyával érkezett a határátkelőhöz ezekkel a hamis okmányokkal. Kicsivel később ugyanez történt egy másik személy 3 ebének állatútlevelével is. Néhány nappal ezután megismétlődött az eset, újabb 2 kutya állatútlevele akadt fenn az ellenőrzésen. A NAV munkatársai az állatokat és gazdáikat feljelentéssel együtt átadták a rendőrségnek. Második alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Sallai József emléktornát szerdától péntekig. A házigazda NKK 5-ös és Nyíregyházi Sportcentrum csapatai mellett 4 magyar akadémia, U16-os együttese és 2 külföldi csapat lép pályára, az Rínyi és a Vescsik csarnokában. A névadó portréja figyeli a játékosokat a tavalyi tornán. A legendás utánpótlás nevelő edző kezei alul rengeteg élvonalig és válogatottságig eljutó kosaras került ki az elmúlt évtizedekben. Az NKK elnöke számára egyértelmű volt, hogy minden évben meg kell emlékezni Sallai Józsefről, és a tavalyi rendezvény szakmai, illetve közönség sikere után nem is volt kérdéses a folytatás. Az elmúlt évhez hasonlóan ott lesz a mezőnyben a nagyváradi csapat, és rajtuk kívül is érkezik még egy határon túli együttes. Idén szerencsére úgy néz ki, hogy mégiscsak lesz egy szlovák csapatunk Prievidzából, magyar nevén Prividjéből. Az EJ első osztályi csapat, U16-os csapata érkezik hozzánk, aki egyébként most az EJ-ben, ez egy nemzetközi utánpótlás torna, és részt vesz, tehát igen erős csapat, és egy akadémia egyébként. A magyar részre a mezőnynek 2 nemzeti akadémia lesz, itt a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia és a Deac Kosárlabda Akadémia, ezen kívül 2 sportági szakszövetség által akreditált akadémia és sportszervezet csapata, a Szolnoki Kosárlabda Akadémia és a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia Kecskemétről, és hát ne feledkezzünk meg 2 hazai csapatra, a Nyíregyházi Sportcentrum és a Nyíregyházi NKK 5-ös. Az NKK 5-ös Ferenci Tamás által irányított együttese nem tartozik a torna esélyesei közé, ettől függetlenül igyekeznek majd megnehezíteni valamennyi ellenfelük dolgát. A célunk mindig az, hogy tanuljunk, mi egy kis egyesület vagyunk. Pár évvel ezelőtt még csak egy iskolára alapoztuk a működésünket, ez már most szerencsére eléggé kiteljesedett, több mint 9 iskolával van együttműködésünk. Ahogy mondtam, a célunk most is az, hogy tanuljunk az erősebbektől, és próbáljuk magunkat felhozni legalább arra a szintre, ami ennek a mezőnynek az alja. A tornán nem csak a fiatal kosarasok, hanem a nyíregyházi játékvezetők is megmutathatják magukat a hazai közönségnek. Igyekszünk évről évre olyan játékvezetői mezőnyt összehozni, amelyik reprezentálja a nyíregyházi játékvezetést. Tavaly sikerült hazahívnunk 3 A csoportban, sőt nemzetközi minősítésre rendelkező játékvezetőt. Idén olyan sok a rendezvény, hogy ez csak 2 lesz,
megszorítkozott, pedig Nyíregyházán négyen is fújnak a MDA játcsoportba, ettől függetlenül csak helyi játékvezetők, és szeretnénk azt is megmutatni, hogy Nyíregyházán ez is nagyon szépen fejlődik, a játékvezetés színvonal is évről évre szerintem nő. A mérkőzések szerda délután 4 órakor kezdődnek el a két helyszínen, a Vessik és a Zrínyi Tiszavasvári úti csarnokában. A bronzmérkőzésen pénteken 11 órakor, a döntőben pedig 13 órakor dobják majd fel a labdát a Tiszavasvári úton. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Átfogó vízpótlási terv készül a nyírségi területek megmentésére. A mérnöki munka megindult, a beruházás összköltsége eléri a 100 milliárd forintot. Évtizedek óta nem látott asszály sújtja a hazai mezőgazdaságot. Az Agrárminisztérium államtitkára azt mondta televíziónknak, hogy van olyan termelő, akinek szinte 100%-os a kára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kormány országos védelmi intézkedéseket hozott a veszteségek enyhítésére. Jól haladnak a belvárosi utcák korszerűsítésével Nyíregyházán, a Szent István utcán, a Széchenyi utcán és a Szarvas utcán is a befejező munkálatokat végzi a kivitelező. Mivel a környéken több iskola is működik, a megyeszékhely önkormányzatának illetékese azt ígéri, hogy minden oktatási intézményt biztonságosan meg tudnak majd közelíteni a szülők és a gyerekek szeptembertől. Egy nap alatt 6 hamis állatútlevelet szűrtek ki a pénzügyőrök a Beregsurányi határátkelőnél. A NAV felvételén látszik, hogy a trükkös tintával kitöltött okmányokból lánggal el lehet tüntetni a kézírásos szöveget. Néhány nap alatt 3 alkalommal összesen 6 hamisított okmányt foglaltak le. A NAV munkatársai az állatokat és gazdáikat feljelentéssel együtt átadták a rendőrségnek. Augusztus 23-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerda este ismét várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel, számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Kedd éjszaka borult idő várható, szorványosan fordulhat elő eső, 18-21 fok valószínű. Szerdán napközben marad a borult idő 26-28 fokos délutáni csúcsokkal. A hétvégére visszatér a nyári meleg 30 fok feletti hőmérsékletekkel.